Hamarosan el kell dönteniük a szülőknek, hogy a város általános iskolái közül melyiket válasszák gyermekük számára. Az intézmények által megrendezett iskolanyitogató programok célja, hogy segítsenek ebben a kérdésben. Míg a gyerekek különféle kreatív tevékenységekkel foglalatoskodtak, addig a szülők bővebb tájékoztatást kaptak az egyes iskolákat illetően. Elsőként az Árpád Fejedelem Általános Iskolába várták az érdeklődőket. A mai nap célja az volt, hogy a leendő első osztályosoknak, a jelenlegi nagycsoportosoknak és szüleiknek megmutassuk iskolánkat, elmondjuk szokásainkat, hagyományainkat. Az eseményt vidám bemutatóval kezdték. Két osztály meglepetés műsorral készült a kicsiknek. Az egyik egy musical részlettel, a másik pedig egy modern tánccal várt a leendő kis elsősöket. Sportfoglalkozáson vehettek részt a tornaterembe, kézműves délutánon a zsibongóba, birtokukba vehették a számítástechnika termet, ami nagyon-nagyon tetszett nekik. Az óvodásokat uzsonnával kínálták a szervezők, ezt követően pedig az oktatók számoltak be az intézményben folyó főbb tevékenységekről. Az eseményen az iskola diákjai is részt vettek. Segítettek a kicsiknek az informatikai és sportfoglalkozáson, valamint abból a tevékenységből is kaphattak ízelítőt az óvodások, amivel az itt tanulók foglalkoznak. Nálunk alapfokú kézművészeti oktatás folyik, rajz, grafika és festészet tanszakon, és textil tanszakon, és ezek a gyerekek nagyon-nagyon sok szeretettel várták, és készültek a mai napra, különböző technikákat mutattak be a pici óvodásoknak már. A tanulók művészeti munkájának meg is látszik az eredménye. A kiemelkedő képességű alkotók gyakran vesznek részt rajzpályázatokon, a végzős diákok közül pedig sokan művészeti középiskolában folytatják tanulmányaikat. A szülők a Babai József Általános Iskolába is elkísérhették gyermekeiket. Iskolánkban most már több éve hagyományozó visuli program megrendezése, ami két részről program. Egyrészt a gyerekek számára egy kis játék, főleg így áprilisban a húsvéti ünnepek közelettével egy kis udvari játékkal készültünk számukra. A szülőknek pedig szeretnénk bemutatni a várható leendő elsős tanítónéniket, beszélgetni egy kicsit az iskola kezdésről. Ezen a beszélgetésen arról is szó esett, mi várható az intézményben a szeptemberi évnyitót követően, amikor a tanulókat már a Bárdos iskola új épületébe várják tanáraik. A sportfoglalkozások továbbra is az iskola fő profilját képezik majd. Iskolánk sportiskolaként működik, úgyhogy reméljük, hogy a jövő év elsősei is kis sportos gyerekek lesznek, és akár labdarúgás, akár kézilabda, akár csak a mindennapos testnevelés, intenzívebb mozgás esetén is ezt erősíthetjük bennük. A fiúk között a labdarúgás a legnépszerűbb sportág, a lányok a kézilabdát kedvelik. A sportos gyerekek teljesítményét gyakran díjazták különféle versenyeken. Rengeteg kupával büszkélkedhetünk, érmekkel és különböző serlegekkel, főképp a két kiemelt labdarúgás és a kézilabda terén. Nagyon jó eredményeket értünk el annak idején különálló babai csapatként is, és most, amióta az NKI van, azóta egy vegyes csapatokkal is sok sikert érnek el tanítványaink. A Bárdos Lajos Általános Iskola dolgozói is színes programokkal várták a gyerekeket. Az eseményen bemutatkozott az énekkar és az intézmény tánccsoportja is, a szülők pedig az előző évben szabadidőben megkezdett idegen nyelvoktatás eredményeiről is megbizonyosodhattak. Nagy esemény ez számunkra, amikor a kis óvodásokat várhatjuk szüleikkel együtt, és bemutathatjuk iskolánknak azokat a profiljait, amivel tulajdonképpen a mindennapokban foglalkozunk. Nem csak várjuk, hanem készülünk is erre a programra, így, mint minden évben, az ízelítő után egy kis csoportos foglalkozás keretében vehetnek részt az óvodások az iskolai életben folyó munkában, így ebben a tanévben is szeretnénk egy kis játékos zenés programmal kedveskedni. A rendezvény során a tanárok a szülőket is ellátták az intézménnyel kapcsolatos tudnivalókkal. A Bárdos iskolában a zeneoktatás kap kiemelt szerepet az oktatásban. Az iskolánk az alapképzésen túl a zenével, a tánccal és az idegen nyelvvel ismerteti meg a gyerekeket mélyebben, illetve azoknak a képességeknek a fejlesztésével foglalkozik. A diákok ebben az oktatási intézményben is remekül teljesítenek, amit a különféle versenyeken elért eredmények igazolnak. Tanítványaink minden évben megmérettetik magukat, elsősorban ugye a zenei profil, és itt a zeneiskola segítségét köszönjük, hiszen ők azok, akik elsősorban rendezvények illetve
versenyekre tudják eljuttatni tanítványainkat, nagyon szép sikerrel. Elsősorban a zongora az, ami kedvelt hangszerjátékok közé tartozik, de itt felsorolhatnám a fúvós hangszereket is. A három intézmény iskolanyitogató rendezvénye segíti a szülőket abban, hogy könnyebben eligazodjanak az általuk kínált lehetőségek sorában, és hogy mindezt szem előtt tartva tudatosan választhassák meg gyermekük számára a legmegfelelőbb iskolát.